Jó napot kívánok, kedves patkós bikatábor! Azt, hogy megváltozott a patkós bikatábor még az eleje óta, amikor még ide se költöztünk. Hello, Chris! Hello, Máté! Nagyon sürgős dolgunk! Mi az? Mondjad! Mi ez a kis öves gatya? Rövid nadrág. Na, a nyár van. Rövid nadrág? Ez nem rövid nadrág. Nyár van, rövid nadrág van. Ez ilyen kis béna öves gatya. Máté, tudsz adni légimesteri szerkezetet? Milyen légimesteri szerkezetet? Tűzijátékot, na azt, hogy tudják repülni. Mert ugyanis az előző videóban megöltél. Tudod, nem emlékszel. Nem öltelek meg, hanem megaletted magadat. Ja, tényleg megöltelek. Most kivételesen tényleg megöltelek. Ja. Viszont Krisztián, egy sokkal nemesebb célért fogunk ma küzdeni, mint hogy megöljelek téged, mert az annyira nem nemes, mert az ilyen átlagos hétköznapi. Viszont most egy sokkal jobb célért fogunk küzdeni. Ugye Krisztián, észrevetted, hogy megfagyatkozott a gyémánt. Miért van itt most 64 plusz 19 gyémánt? Mert szerintem lehoztad az enyémet, nem? Ja, mert neked is vagy gyémántok? Én teli vagyok gyémántok. Ja, hát akkor teli vagyunk gyémántok, akkor nem kell semmi. Nem vagyunk teli, mert rengeteg kell. Nyilván, mert ez körülbelül három ilyen smithing templétre elég, szóval sokkal-sokkal több gyémántra lesz szükségünk, aminek érdekében el kell mennünk gyémántot szerezni. És mivel én vagyok a gyémánt szerzés mestere, és én sokkal több gyémántot tudok szerezni, mint a Krisztián, ezért természetesen úgy fogunk menni, ahogy én mondom. Aha, hát azért annyira nagyon ne bízd el magad, jó? Mi az, hogy ne bízzam el magam? Ez már sokszor kiderült, Krisztián, hogy én sokkal ügyesebb vagyok gyémánt szerzésben, mint te. Hát és ezt mindenki tudja, és nem is vitatja. De most már ez nem így működik, szóval... Mert nem. Igen? Akkor versenyezni akarsz, Krisztián? Hogy ki tud több gyémántot szerezni? Természetesen én. Hát jól van. Akkor versenyezzünk. Náló srácok, ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, és ebben a videóban versenyezni fogunk a Krisztiánnal, hogy ki tud több gyémántot szerezni. Ugye már egy párszor ugye ezt megvitattuk, ezt a témát, hogy ki tud több gyémántot szerezni, meg ki tud gyorsabban gyémántot szerezni, meg mindenféle volt már. De a Krisztián csak nem akarja feladni, és azt hiszi, hogy ő sokkal ügyesebb, mint én. Hát lehet, hogy azért, mert sokkal ügyesebb is vagyok. Úgyhogy ennek érdekében rengeteg dologra lesz szükségünk. Ki akarunk próbálni egy új dolgot. Igen, méghozzá azt, hogy rengeteg patit fogunk magunkkal vinni. Nem tudom pontosan mennyit, de mondjuk 16-ot biztosan. 16 üveg, az bőven elég lesz. Ezt le is rakom, nem is tudom, hol van a potis. Hol a potis? Oké, na és kell nekem 16 darab ezért csinálni. Ja, és miért is megyünk el egy gyémántot bányászni? Azt megkérdezhetem? Azért megyünk el gyémántot bányászni, kedves Krisztián, mert nagyon kevés gyémántunk van, ahhoz képest, amennyinek lennie kellene, ugyanis szeretnénk mindenféle trimből, illetve ugye a netherite upgrade-ből is sokat szerezni, ami azt jelenti, hogy rengeteg gyémántra lesz szükségünk. Most már nincs olyan sok a gyémántból, mint régebben, mert régen csak gyűlt a gyémánt, és semmire nem használta fel az ember, most viszont ezekhez a trimekhez, meg a netherite upgrade-hez is, ugye ezt úgy tudjuk föl. Ugye ezt úgy tudjuk duplikálni, hogy... rengeteg gyémántba kerül, ez 7 gyémánt. Így. És ezt lehet duplikálni, csak ugye 7 gyémántba kerül. És rengeteg ilyenre lesz szükségünk, szóval sok gyémánt kell. Na ezért kell sok gyémánt, Krisztián. És ugye nem mellesleg, az egyik előző videóban megígértük, hogyha meg lesz a bizonyos like, azt hiszem 3000 like. 4000 like egy nap alatt, akkor elmegyünk gyémántot bányászni, és meg is lett, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek. Viszont srácok, hogyha ezen a videón meg lesz a 4000 like egy nap alatt, akkor elmegyünk ide a környékre, és feltérképezzük az egészet, és csinálunk egy hatalmas nagy világtérképet. És hova is csináljuk a hatalmas nagy világtérképet? Kedves Krisztián, ide fogjuk csinálni a térképet. Egy ilyen jó nagy térkép lesz itt így szembe, és akkor itt fogjuk mindig látni, hogy mi hol van. Úgyhogy srácok, ha meg lesz a 4000 like, akkor ezt megcsináljuk. Viszont most Krisztián, nekem patikat kell gyártanom, ugyanis Night Vision patit. Jó, nekem meg Unbreaking 3-at kell a
elitrámra, ugyanis ugye, hogy megöltél, és beesett a lábába megint az elitrám. Na ugye, mivel három pati készül egy ilyen lefőzésből, ezért hárommal osztható számú üveget kell magammal vinnem, szóval 15-öt fogok. Úgyhogy el is kezdem csinálni a patit. Az a baj, hogy... Mert kell nekem víz, ezt mind meg kell töltenem vízzel. Az a baj, hogy már nem tudom, hogy hogy kell a Night Vision patit csinálni, de mindegy, hát valahogy csak rájövök majd. Azt hiszem kell egy Alquart Potion hozzá, szóval innen kiszedem, nem tudom, hogy a Krisztián hova rakta. Alquart Potion. Ide kell majd egy láda. A izé mellett van a hordóban, igen, a bigyóba. Oké, na, szóval és onnan kell szedhetsz egy... a Piglin manyustól szedhetsz ilyen... Tudom, de nekem egy hordó kell, hogy ott a... Jó. Ja, meg a alkemi laboratóriumot is meg kell csinálni. Igen, azt is majd megcsinálom. Ajaj, nagyon sok minden dolgunk. Csak azt is videón kívül kell muszáj, mert hogy ilyen szép részletes legyen. De nem videón kívül, hanem ilyen timelapse-be. Ez mit keres itt ez a kis, vörös bárány? Hát mit képzelsz te magad? Piribari, nem vörös bárány. Milyen piribari? Szóval hoztam ide egy ládát, vagyis egy hordót, és akkor ez... Itt lesznek a patis dolgok. Oké, jó, most kell egy golden carrot, és ha azt ráfőzöm, akkor lesz belőle Night Vision Potion, és akkor kell még redstone, hogy meghosszabbítsam az élettartamát. Oké, most rárakom a redstone-t, és elvileg így lesz 8 perces a Night Vision Potion, és ebből kell csinálnunk még 3-szor ennyit. Oké, 8 perces Night Vision Potion. Tökéletes. Ugye, srácok, hogyha valaki nem értené, ezt azért csináljuk, mert Night Vision Potionnel sokkal könnyebb észrevenni az érceket. Nem bányáztam még így Night Vision Potionnel soha. Ja, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Mi az Robert Nektar? Elbújtál a növény mögé. Szegény Robert Nektar, az csak ott áll egyedül. Ja, itt áll, és nem is kereskedik vele senki, meg semmi. Hát az én szoktam néha tőle venni chainmailt, mikor meghalok. Hozok fel Blaze Powdert is, hogyha elfagyna a szufla. Na és igen, Krisztián, azt majd megépíthetjük azt az alkemi laboratóriumodat, azt ide szeretnénk, ugye? Csak, hát nem tudom, hogy te hogy szeretnéd. Majd te is kell lesz hozzá, hogy tudjuk, hogy mi lesz. Ja, persze, hát azt majd így eltervezzük így kreatív világban. Igen, igen. A világban, azt... és akkor itt megépítjük. Hát általában mindig így csináljuk amúgy. Na, kész is van az összes Night Vision Potion, hát ez egy jó adag amúgy. Kellene Shulker Box, nem tudom, hogy mennyi Shulker Boxunk van, Krisz. Kéne rakéta is, mindenféle dolgok kellenének. Ezt most te csináltad? Igen. Jó, na akkor nem tudom, hogy mennyi Shulker Boxunk van. Persze, levittem az összes Shulker Boxot a Ancient Citybe, és megdöglöttünk, és akkor elveszett. Na mindegy. Akkor neked 7-et adok, jó, Krisz? 7, és akkor nálam van 8 darab. Én meg elmegyek rakétáért, mert az is kell. Ott van az a piramis is, arról meg is feledkeztünk, amúgy azt is meg kell csinálni ilyen szívre. Ja, az Emerald piramis, persze, azt még be kell fejezni. Hát kell keresgetni a Emeraldért, hogy legyen ja, csak Emeraldunk. És várjál csak, nézd csak ezt az automata farm csinálta, csak mondom. Csomót wow. Szerzett, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk az automata farmunkra. Már hát még nekem mindig nincs unbreaking a Miért? Elitrámra. Miért nincs? Mert 61-es szintről nem kaptam unbreaking-et. Ez most kama, ilyen béna vagy? Jó, várjál, menni. A fejedtől nem tudom kinyitni a ládát, te bajom állat! Bajor állat. Duplikálom a Netherite upgrade-et elsősorban, az a legfontosabb. Sőt! Duplikálj vagy... Duplikálok 2-t, és 1-et fölviszek a szobámba, hogy még véletlenül se. Ja, meg egyet vigyünk föl a én szobámba is, mert te nagyon megbízhatatlan vagy aztán, hogy legyen ott nálam is. Nem lesz ott nálad. De lesz. Na, nekem jó, is 3, oké. Okay. Jó. Márja, egyet adok neked, ugye? Jó. Tessék. Egyet okay, ide berakok, hogy ezt lehessen duplikálgatni, és egyet fölviszek a szobámba, hogy az tartaléknak meglegyen. Én is. És ez nem nyúlhatsz. A kis ragadós kis... Ne, oda ragd! Netherite-t csináld meg a izédet! De ne, azért mert nekem is oda. El kell raknom egyet. Nem kell... Krisztián, ne húzzál fő! Már most de az elején. Én is el akarok rakni egyet! Nem érdekel, mit akarsz! Hogy a mocskos kis mancsaiddal nehogy elszórd a többit. Na, ott van. Csináltam egyet. Jó, na. Köszönöm. Ha már ilyen kis macsak vagy, hogy itt ellapad. Na! Mit lopok el? Félre akarom tenni a biztonsági zónába. Nincs biztonsági zóna. De van biztonsági zóna. Nincs! Az én csekkem.
Mert engem mindenki úgy tisztál, hogy az én csesztembe senki sem elmenél nyúlni. Oké, na Krisztián, lassan el kéne indulni. A kardomat nem akartam átrakni Netherite amúgy még. De látjátok, srácok, csináltunk 3 vagy mennyi Netherite upgrade-et, és úgy megfagyatkozott a diamondünk, hogy csak na, elfagyott 20 darab. Úgyhogy ez nagyon sok. És ugye még másra is kell a gyémánt, szóval igen. Ratyi itt van, Mali megvan. És ifjú Mali, vagy a meg sima Mali is megvan. Jól van. Ezeket is innen el kell pusztítani, ezeket a teheneket, meg mindenféléket. Mert ez barzalom, amit van. Most jutott eszembe, hogy hülye vagyok. Mert egyszer már beadott Unbreaking 1-et. És már van egy Unbreaking 1, még egy a ládában, és az is jó, mert ugye nagyon ritkán lehet Unbreaking 1-et. Az már Unbreaking 2. Megvan már az Unbreaking-ed? Nincs. És 8 Most szintén. Ezt nem mondod komolyan, hogy még megint elmész szintet szarkodálkodni. Ja, és tényleg, Krisz, eszembe jutott még egy király ötlet, méghozzá az, amit ide be kell írnom a könyvnek az első helyére, tudok olyat csinálni, hogy a legkirályabb, az első fölött lévő feladat, az az, hogy építsünk egy iskolát. Iskolát. Igen, mert írtam, és így azt írtam, hogy iskola, és azt akartam mondani, iskolát, és akkor iskolát. Szóval építsünk egy iskolát, amiben vannak rengeteg falusi, és adnak könyveket, meg mint tudom én, ez itt fekete, majd átcsinálom szürkévé. De a lényeg az, hogy csináljunk egy iskolát valahova ide ki a birtokon kívülre, de lehet a birtokra is amúgy mondjuk ide építeni. És teli lesz falusival, akik könyveket fognak árulni, ilyen Unbreaking 3, meg minden, amire szükségünk van igazából. De rengeteg Unbreaking 3-as könyvet kell például csinálnunk, meg mi van még, amire szükségünk van általában. És akkor azoktól lehet vásárolgatni, és akkor nem kell mindig enchantolgatni könyvet, és akkor vagy beadja, vagy nem, érted? Igen. Mert most is vagy 20-25 percet elcseszünk azzal, hogy te keresgeted a Unbreaking-es könyvet. Így meg csak oda mennék, és vennénk tőle egy Unbreaking 3-at. Ja, kitenyésztünk. Ja, kitenyésztünk egy Unbreaking 3-as iskolást. Ja. Fél óra múlva. Megvan Unbreaking 3. Juhú! Na, tök jó. És most még egy. A fenében nem. Ja. Jó, na, most is sikeresen elhúztál körülbelül fél órát azzal, hogy Unbreaking-et kerestél. Indulhatunk gyémántot szerezni. Na, Krisz, meg vagy elégedve a dolgokkal, ami... Igen, és valami olyan helyre menjünk, ahol még sose voltunk, és keresünk egy hatalmas nagy barlangot. Oké. Okay. És ott csináljuk, jó? Jó. Van nem nyilvessző, minden megvan, ami kell, szóval mehetünk. Jó, meg én is veszek nyilvesszőt, és indulhatunk. Jó. Kalandfe! Ja, még egy várjál, van Silk Touch a ládában? Én valahol volt egy, ha ott legfelül van. Aha, itt van Silk Touch, mert azt rárakom a shovelömre, mert az nincs rajta. Oké, és is kell hoznunk lapis lazulit, mert én nagyon lapis lazuli hiányban is szenvedünk. Oké. Diamond shovel, és akkor ezt el is nevezem úgy, hogy Zord ásó. Elég zord ez az ásó. Jó, na, szerintem indulhatunk, Krisztián. Oké, és olyan helyre menjünk, ahol még sose bányáztunk. Na, akkor alukáljunk egyet, hogy ne jöjjenek a fantomaszok. Ja, mert hogy már este van. Igen. Oké. Fantomasz. Hey. Aki előbb az a király. Oké. Jaj, ez én voltam, én voltam, én voltam. Szóval, Krisztián, induljunk újabb kalandra fel. Arra. Ne arra menjünk. Vagy arra menjünk? Arra, és ott, mert arra még sose bányászunk. Csak 52 firework rokettem van. Na mindegy, nem kell olyan nagyon messzire várj, menni, adok, nem? Hát nekem van egy rakás. Annyira nem kell messzire menni, nem? Nem hiszem, de nézd. Ezért kösz. Csináltam. Köszönöm. Okay, ja, meg beszínezem a shulker boxonat, hogy tudjam, hogy ez az enyém. Fehér, az tökéletes lesz. Jól van. Na, Krisztián, indula mandula, akkor arra megyünk? Igen. Jaj, de ne, az nagyon rossz. Arra van az Ancient City. Arra rossz emlékek kötnek. Nyugi Máté, le kell győznünk a félelmünket. Oké, okay, tudsz követni? Igen. Jó. Juhú! Megyünk gyémántot bányászni! Ez az! És akinél több gyémánt lesz a végére, az a Benga király. A Benga király. Juhú! Úgyhogy indulunk a gyémánt keresős helyére. Hopp, itt egy nagy barlang. Ja, de nem jó, ez ilyen vizes béna. Oké, okay, az Ancient City is hely, az nem jó. Uh-huh. Ott egy outpost. Megtámadjuk. Hát inkább hagyjuk. Jó. De jó, hogy tudjuk, hogy itt van. Itt egy cherry biome. Ez komoly. De jó.
tök közel van. Meg jeges! Á, hol vagy? Kecskék! Elhagytalak. És itt egy barlang is. Itt jó lesz. Éme! Itt vagyok az egyik fának a tetején. Mit csináltál? Hát mindig akartam lőni a tűzijátékot, és nem akarta lőni, hanem lezuhantam. És akkor mi van? Hát és lezuhantam 20 blokkot. Ja. Na, Krisztián, ez egy tök jó hely, nézd! Kecske! Azt kéne hazavinni, kecskét. Hát majd viszünk. Kecske, sheribium, havastály, és ott egy barlang. Jó, na menjünk. Szóval, let's go! Gyere ide a barlang bejárathoz. Jó. Hopp, ez jó mélynek tűnik. Ó, az is. Jó. Nézzük meg a kordit. Minusz 193, minusz 2500. Szóval, Krisztián, itt vagyunk. A kezdet kezdetén. Az halál órán. Igen. Azt számoltam, Krisz, hogyha 5-5 ilyen éjjellátó patit elhasználunk, az pont 40 perc, mert ugye 5x8 az 40. Igazam van, Krisz? Igen. A verseny a következőképpen fog alakulni. Mind a szabályok, azok a következők, Krisztián. Mindketten 5-5 éjjellátó patit használhatunk el. 40 percig fog tartani. Teljesen... Vigyázz! Vigyázz! Ellök! Jönem. Teljesen mindegy, hogy mennyit használsz el. Ha egyet használtál el a 40 perc alatt, akkor 40 perc után már nem csinálhatsz semmit. Szóval értem. Minél effektívebben kell majd benyomtasni őket. És az győz, akinek több gyémántja lesz a végén. Jó. Szóval, Krisztián, indítok egy 40 perces időzítőt. Úgyhogy 3, 2, 1, med! Jó. Hé! Csaló! De persze, nekem meg kellett innom. Te büdös csalódög. Azta! Ez nagyon epik. Ja, csak az a baj, hogy nem látjuk ugye az izéket. A sötétséget és a szörnyeket se tudjuk, hogy hova teremnek. Tudod? Hát de látod a szörnyeket messziről. Az igaz. Meg tudom őket lőni? Jó, minél előbb le kell mennem a Deep Slate-be, az a lényeg. De most megint külön fogunk menni, Krisz. Hát, most ha nem, nincs is itt semmi. Mert hogy érted? Hát nem lehet tovább lemenni. Hát... Aki keres, azt talál, Krisztián. Hoppá, mit találtam itt? Egy kis vasat. Na, hát Krisztián nem csak a üzékbe lehet mászkálni. Jaj, Deep Dark! Vagy mi ez? Ancient City! Azt találta? No! Ide ne jöjjön! Az a baj, hogyha nekiállok most itt áskálódni, akkor nem fog találni egy barlangot se, szóval valahogy itt kéne lemennem. Viszont ez az éjjellátópat, ez nagyon epik. Ez használ a Deep Darkba amúgy? Ment, hogy a Ancient City-re? Szerintem nem. Ezt nem mondod, hogy itt is Ancient City. Hoppá! Let's go! Mi az Ancient City? Ott is Ancient City! Mi ez? Nem már! Miért van mindenhol Ancient City? Azt a itt vagyok a Ancient City közepén. Hát igen. Hopp, ott a lapis lazuli. Én azért azt is figyelem, hogy azért effektíven bányásszak, tehát nem így a hülyeséget bányászom ki, meg ilyenek. De amúgy nem használ, mert nekem már besötétedett. Azt itt látok, vagy 3 chestet itt a szemem előtt. Igen, na akkor azokat kilútolhatod, ha akarod. De amúgy inkább nem, meg fogsz halni. Hagyjad azt most. Jó, csak valahogy kéne gyémántot találnom. Hát... Gyémántot keres. És beesek. Beesik az Ancient City-be ez a dög. Ez a dög. Jó, várjál, ez csak egy ilyen kis része. Szerintem ez itt nem olyan Ancient City-s hely. Ez a dög őrült, beesett. Viszont itt van a közelben, az biztos. Valahol. Hát ott a Krisz van, nem tudom, hogy te hol vagy, Krisz. Én itt vagyok. Hoppá. Meg is van az első gyémántom. Ez ugye most nem ad hangot. Ne már, itt bizé kukkolnak ezek a hülyék. Jaj, ne! Várj, ezt kiütöm. Miért lett sötét? Oké, kiütöttem. Efficiency 5-ös diamond. Azta! Azta, mi volt itt? Mi? Swift Sneak 3! Ha ezért megtalálod, az nagyon epic. Mit? A trimet. Ja, a trimet, az tényleg nagyon epik lenne, de ezért találtam. Efficiency 5, Fortune 3, Mendinges Diamond Hoe. Azt találtam.
Azt gondoltad volna, hogy ilyet találok valaha? Nem. Ja, de én innen elmegyek a fenébe, mert ez így... Én is, mert már kétszer... No! Menj el onnan, ne hülye izéjél. Nem akarok, csak... Ládáz. Valahonnan át kell jutnom, hogy... Tudjak gyémántot szerezni. Ott van gyémánt. Te találtam egy gyémántot? Igen, találtam. Egy gyémántot adott a Fortune 3-mal. Ezt a csalódagat. Hát van ilyen. Oké, és valahogy itt el kell mennem mellette. Hopp, ott a gyémánt. Hát ez nagyon epik. Ez az éjjellátó. Ja, ez még szinte azt mondom, hogy OP. Amúgy, ja. De hát, figyelj. Benne van a játékban, és rendesen meg lehet csinálni. Hát akkor miért használjuk ki, érted? De miért? De amúgy használ. Mármint mi? No! Főkelt ez a mocsadék! Gyere már onnan! Most ne ölesd már meg magadat! De mi van mindenhol, hülye Ancient City? Hát ezt nem hiszem el! Na, ezt komolyan mondom, Krisztián. De nem te... mindenhol az van! Hát mindenhol hülye Ancient City van! Mert mondtam, hogy gyere el onnan a legelső alkalommal, te majom ember! Itt? Így, és itt az Ancient City, és itt haltam. Itt álltam, és ott, ide a plafonba ütközgettem bele, és lezuhantak a cucca. Néhány perccel később. Hú, na, szóval srácok, második próbálkozás, mert a Krisztián megdöglött, már meg én, természetesen, de nagyon ügyes voltam, és visszaszereztem a cuccát, mert én ilyen elképesztően segítőkész és nagyon ügyes vagyok, hogy megtaláltam. Kicsit később van már, mert vissza kellett mennünk haza, és Krisztián újra enchantolt pár dolgot, meg így felkészültünk újra, úgyhogy most kezdődik még egyszer. Viszont nekem már elfogyott pár izém, ilyen Night Vision Potion-em, miközben kerestem a cuccaidat is, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy akkor most legyen 4 és 30 perc, mit szólsz? Jó. De elmehetünk máshova is, amúgy, ha akarod. Ja, menjünk el, mert szar ez a hely. Jó. Hoztál ágyat? Itt nem. Van egy... Egyből rögtön. Nem hoztam megint. Itt van. Ez elég jó. Bárányt kell keresni. Inventory-tba sincs gyapjuk. És kívítjuk egy... Ja, fasz kell, mert nincs nem baltám. Nincs baltám. Na, jó reggelt. Ott van egy ilyen barlang. Oda le tudunk menni. Van nálunk most már ágy is. Nem tudom, azt hiszem én nekem 4 gyémántom volt, a Krisznek 1, de azt sajnos nem tudtam visszaszerezni. Minden cuccát visszaszereztem, kivéve az 1 gyémántot. Ja, meg mi nem volt még csizmád, ugye? Uh-huh. Ja, azt nem tudtam meg visszaszerezni. Hát az szar. De hát ez van. Ja, na, mindegy... de azt csináltam újat. Oké, na akkor innen kezdhetjük, Krisz. Ott van le a Deep Slate, de lenézhetünk, hogy nem nincs-e izé. Ilyen ancient genya. Akkor kijövök és megyek egy másik lyukhoz. Jó, oké. Okay. Csak ne menj bele, az a lényeg, ne menj bele, mert ne dögölj meg ott bent. Potion of éjjellátás. És mehet a második próbálkozás. Ugye 10 percet már bányáztunk, szóval 30 percnél fogjuk folytatni. És neked mennyi gyémántod van? Nekem 4. 4 gyémántom van, és mehet a második kör. 3, 2, 1, mehet. Jó. Let's go. Jó, itt már látok is Deep Slate-et nagyon sokat. Oké. Okay. Most nem foglalkozok semmivel. Az baj, hogy a Krisztián után megyek, és ez baj. Mert akkor ő előttem láthatja meg a gyémántokat. Amúgy tök messziről meg lehet látni a gyémántokat, azt vettem észre. Hát... Ezt most nem adtam, hogy már itt is ez a fas. Ancient fasi. De Ancient City nincs, ez meg csak ilyen Deep Dark. Egyezére. Bocsánat, kösz. Szerintem én itt már jártam egyszer. Hát azért elég messze van ez attól, nem? Hát ki tudja. Jó, most már megint meghalok, az nagyon, nagyon fogok neki örülni. Itt hallok egy zombit. De mi ez? Mindenhol ilyen Ancient City van, és 50 évig kell keresni, bakker, hogy találja egyet, de itt mindenhol az van. Ez beszarok ezen, komolyan mondod. Hát ilyen a világon nincsen, de ott egy gyémánt van, szóval. Szóval annak legalább örülök. Nekem meg itt le kell küzdenem a Creeper hadsereget. Hopp! Hopp. Azaz, jó van. Nem volt rossz loot. Nem azt mondom.
Csepkeő. Gyémánt, viszont rengeteg csontvázis van. Jó, mert nekem gravel van, bakker. Jó. Hozz innen! De csalás, nekem is legyen egy ilyen hatalmas nagy barlang. Ja, fú, de miért ilyen nehezek a, azért amúgy? A szörnyek. Jó, itt már nem nagyon látok semmit, szóval lejjebb megyek. Ó, persze, itt is egy incsent fasi. Hopp, ott a gyémánt. Azt a mennyi gyémánt! Hú, azt van sok. Hú, ja, egy csomó. A francba. Vagy, de remélem, hogy itt több lesz. Oké, és itt a felszínen egy afenév, ez csak egy vók, ezt nem hiszem el. Oké, és... Találd már ne! Ott de van gyémánt. De miért gyémán? A béna láva tó? Ezt nem hiszem el. Jó, oké, itt nincs több. Jó, na nézzük meg, hogy mennyi van. 24! Ah! Azért van egy pár darabom már. Mennyi van még a Night Vision-emből? Még van 3 perc. Na, találtam egy víz alatti helyet. Juhu, jó van. Bejöttem ebbe a szarságba. Víz alatti helyet. Aha, tudod ezt a nagy víz alatti poolt. Aha. Csak meg ne fulladjak, mert akkor igen van. De van, azt hiszem, van. Respiration 3, jó van. Ja. Amúgy azt vettem észre, hogy ezeknél a ilyen deep darkos helyekre nem feltétlenül veszélyes, csak az Ancient City-be, mert itt nem tud megjelenni ilyen genya. Jó, na innen ki kell mennem, és hoppá! Bejöttem ide a random lookba, azt itt volt egy éjmán. Jó, itt nagyon jó fog járni, haver, juhú! Azt a mennyi még hozzá! Azt a mi a franc! Csaló! A csaló! 18 darab volt egy helyen. De 18, úgyhogy 18-at bányáztál ki? 18-at bányáztam ki, igen. Jó, az még belefér. Azt hittem, hogy 18 blokk. Jaj, milyen hangok vannak itt? Ide kell egy nagy platform. Nem tudom eltalálni! Jó. Így már visszatalálok. Oké, és na. Jó, most megelőzzük a váltét, mert itt a hatalmas nagy víz alatti hely. Jó, meg jó, Krisztián, egyél aranyalmát, hogyha rosszul állsz. Jó. Jó, hát nekem muszáj lesz elmennem arra, amúgy. Környező blokkokat is. Tovább menni. Itt, és hát, ha itt is találok egy-kettőt. És veszünk egy kis levegőt, körülnézünk. Jó napot, kis gyémántok! Ha merre tetszenek lenni. Van itt valahol a közelben. Már most látom magam előtt a kommenteket, hogy Máté ott volt! Hopp, most jár le az én. Mikor kezd el villogni? 5 másodperc. Vagy 10, bocsánat. Akkor jó, mert azt hittem, hogy ilyen egy perc, azt gyorsan beittam a másikat. Milyen? Ez mi volt? Mit komplítelt ez a csalódög? Kill a mob near a skulk catalyst. Let's go! Azta! Izébe, nem is deep slate-be, és itt van a gyémánt. Azta! Ja. Oké, és ez csodálatosan nagy mennyiségű. Gyémánt volt. Jó, kiütöttem, most már nem tud szólongatni. Nem lenne kedve valami nagy ilyen barlang, víz alatti barlangnak lenni valami mélyebben is? Ja, mert víz alatti barlangban vagy. Igen, csak túl magasan van az a baj. Nincs olyan sok gyémánt. Bár így is rengeteg van. De hát azért nem annyira Úgy, már kétszer. Lehetne. Már 200 volt ez a nyomarék, úgyhogy megyek innen a francba. Mi? Itt ez a fos deep dark, mert nem tudok sehol máshol menni. Ja, de előbb engem az ZT. Én sem tudtam. Hát most megyek is el innen. Jó, valahol le kell ásnom valami izébe. Mert ez így nem jó. Nekem is. Hopp, itt van víz alatti hely, csak az a baj, nem látok semmit. Te látsz a víz alatt? Persze. Én nem. Én tökélet sem. Ne már! Nincs respirationom. Jó, na nekem lejjebb kéne mennem valahol. Szerintem én azt a taktikát fogom alkalmazni, hogy leások. Mert mivel nincs respirationom, ezért nem merek lemenni a víz alá. Sajnos, meg aqua affinity. Nincs respirationod? Ha, nekem van, let's go. Akkor ez nagy előny, akkor ilyen víz alatti barlangokat tesz nekem. Azt a majdnem beleestem a lávába. Azt a bénát. Ú, itt van láva. Vagyis, hogy itt ilyen lent.
lenti rész. Amúgy egy helyen kell háromszor szóljon, vagy csak így háromszor kell szóljon? Szerintem csak háromszor kell szóljon, mert nekem csak háromszor szólt és jött. Hát jó, csak egy helyen kell. Mondjuk, hogyha most itt szól még egyszer, akkor az baj. Ez itt is van. Block of raw iron. Az mi? Hát mi az vasért. Vasért találtál. Az 9 raw iron ingot. Ez komoly? Igen. Na, az tök jó, akkor azt teszem. 2 is találtam. Hát az egy kicsit hiányzik ez a régi, ez az gyémánt. Kicsit hiányzik ez a régi Minecraftos bányászás, amúgy. Ja, csak mész előttre a kőben. Aha, hát meg nem az, hanem hogy ezek a ilyen kisebb barlangok. Most visszanéztem a 30. részt, és olyan jó volt így látni, hogy ilyen kis barlangokba mentem. Vagy mentünk, tudod. Első évad 30. részt néztem vissza. Amikor a első ilyen izét csináltuk. Gyémánt keresős. Igen. Videó. Hát jó. Hát nekem azért ez jobban tetszik. Mindjárt a felénél vagyunk, Krisz. Már a fél időnél vagyunk. Igen. Na jó, én most már nem megyek közel ezekhez a Deep Darkhoz, mert egyszer megszólal itt, főleg itt a lávák mellett. Akkor nagyon rosszul járok. Megpróbálok innen kiásni. És találni valami még nagyobb barlangot. Ez az! Kiértem. De már megint ott az a fas! Hát... Jó, ez most már nagyon idegesítő. Ne most vegyetek körbe! 50-en! Jó, most fog lejárni az én. Hé, átlátok a falon, ez csalás. Azt a csaló! Tudtam! Tudtam, hogy csalást használ a dög. Hát de én nem csaltam, csak valamiért. De csaltál, biztos. Biztos, hogy direkt te behekkelted magadnak, hogy átlássál a falon. Az a baj, hogyha itt nekem ki kell egy ilyen ancient fas, akkor én nagyon megszívom. Mennyi az idő van még hátra? Még 12 perc. Itt ki tud kelni egyáltalán, vagy csak az Ancient City-be tud kikelni? Szerintem mindenhol, ahol van olyan skulk, ott ki tud kelni, vagy mi ja, az. Amúgy lehet. Na mindegy, eljöttem onnan. De nem jöttem el onnan, mert már itt is az van. Ez most... Ez szerintem ez ilyen nagyon kivételes dolog nálunk. Szerintem nem. Szerintem de, mert ilyen nincsen, hogy mindenhol... Tudod, milyen rohadt sok időbe telik mindenkinek megtalálni egy ilyen fast? Mindenhol, csak ez a szar van. Ja, nálam is. De nem, hanem ilyen... Ilyen semmilyen kis barlangok. Ilyen gyémánt, let's go. Ilyen kis csirka, ilyen girnyó barlangok, és semmi nincs benne. Ja, csak amúgy... mész, életed végéig mész előrefele, és nincs semmi sehol. Én most már ezt a izét akarom elhagyni, ezt a hülye ilyen Deep Darkot. Nem innen jöttem. Ezt nem hiszem el. Akkor honnan? Nem tök mindegy, előrefele menj, ne hátra. Innen se jöttem. Jó, most azt fogom keresni még a végéig, hogy honnan jöttem. Hoppá! Na így, kegyelmántot keresni, kis barátok! De ez csalás! Aszta! Van egy pár itt. Jó, hát jó van. Oké, megvan az adag, mert... De ez csalás, én végigmentem 150 ezer hülye marhaságon, és sehol sincs egy gyémánt se. Jaj, mert Krisz fiam. Azt a mekkora barlang. Na jó, van. Tudni is kell, kis barátom. Na mindegy, megyek inkább innen, mert ez nagyon veszélyesek ezek a helyek, ezek a deep darkosok, mert hogyha megjelenik egy ilyen vadállat, akkor azt nem élem túl. Ki kell jutnom a felszínre, és kell keresnem egy másik lyukat még gyorsan a maradék időben, mert ez egy semmit nem ami ér. Még 7 perc. Hát jó, az itt tényleg borzasztóbb akár, hogy minden egyes másodpercben csak ezzel a Deep Dark-kal találkozol. Hát ez egyszerűen nevetséges. Komolyan mondom. Jó, nekem ott a felszín, viszont én még nem megyek föl, mert itt rengeteg felé lehet menni. Jó, hát ez semmi. Oké, megint lejár, akkor megint gyorsan még megiszom ezt. Találtam itt egy ilyen vas eret. És az nagyon jó, mert itt rengeteg vasat lehet bányászni, szóval... Jó, még írtam be a koordinátákat, addig megtámadott egy creeper, de túléltem. Jó. Szóval, beírtam ezt, és akkor itt majd rengeteg vasat tudunk bányászni, hogyha kell. De amúgy vas... ezért is csinálhatnánk, hogy őszinte legyek. Vas farmot. Na, én nekem itt nagyon sok esélyem van találni gyémántot még. Hány perc van még? Még 4!
Nagyon nehéz. Nem találok. Ez nagyon rossz ez a kis barlang, amit most találtam. Mennyi vagy? Plusz 51-en vagyok már. Mi vagyok még mindig a föld alatt? Mert egy hegybe ások befele biztos. Jaj, ne már! 2 perc, 30 másodperc van! Gyerünk, még találnom kell egyet! Egy gyémántot még muszáj! Itt lesz, érzem! Érzem a szagát! Itt van valahol! Érzem! Itt van, a közelben van! Nagyon érzem a szagát! Azaz! Itt lesz valahol! Már nagyon érzem! Ne! Még van 2 perc, vagy 1 perc 40. Á, ne, nem vagyok elég len. 1 perc még. Ez az, még találtam egyet. Aztán, jó, persze, ebben is csak egy van, és ad egy darabot. Nem mondom, hogy négyet adott, de... Négyet adott, egy darab. Az kemény. Gyerünk még egyet! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És vége. Meghalok! Ott volt a víz, te hője! Miért a vízbe mész? Túléltem. Na jó van, Máté, akkor menjünk. Menjél haza, majd én is menjek nem sokára. Ott miért? Nem. Most azonnal ide kijössz, hogy lássalak, hogy nem csalsz, te büdös dög. Nem csalok. De csalsz, mert tudni még keresed a gyémántot. Melyik én is, csak nem találok fölfele az utat. Juhú! Hazaértem, Krisz. Várlak. Oké, és? Még mindig nem találtam fel. Ez most kamaj. Ja. Azt a pancsert. Fény szappazol, amikor veszünk fel a videó. Hát most mit csináljak, Bakkeit? Várlak. Nem, srácok. Nem? Milyen jól néznék így ki, nem? Ott is egy barlang, Máté. Nagyon szomis vagyok, lehet lemegyek még oda inni egy kicsit a barlangba. Nem mész le inni a barlangba, hanem jössz és gyémántozol. Megnézzük, hogy ki lett a győztes, te majom ember. Na, ott Máté? Vagy? Ott voltál? Hol, ott vagy? Te hol vagy? Hello! Jó napot, kedves uram! Jó napot! Lerakok 2 hordót. Oké, és? És meg kell, bele kell raknunk. A 2 hordóba. Addod nekem az összes gyémántot, és ami nekem volt, azt én belerakom az egyikbe, ami neked volt, szerintem másikba. Aha, persze. És akkor ezt sokat ezt belerakod magadnak, és az enyémet meg keveset. Szóval, Krisztián, itt van a 2 hordó. Mind a ketten beleraktuk azt a mennyiség gyémántot, amit mi összeszedtünk. Úgyhogy nézzük meg, hogy mennyi az annyi, és hogy ki győzött. Először megnézzük az enyémet, aztán a tiédet. Akkor megnézhetem az enyém? Hát nézzed. Oké. Okay. Szóval az én gyémánt mennyiségem az nem más, mint... 64 plusz 4. Ezek szerint úgy látszik, hogy mégis teljesítettem rosszul. Igen. Na akkor nézzük meg, hogy a Krisztiánnak mennyi az annyi. Nézzük! Győzelem! Ez volt a győzelmi táncom, meg a győzelmi. Ez komoly, hát elég szar volt, ez volt a legszarabb győzelmi tánc, amit valaha láttam. Igen. Viszont Krisztián, van egy jó hírem. Na? Az, hogy 109 gyémántot szereztünk, ami több, mint a gyémánt keresős streamünkben, ami volt, mert a 108 volt. Ez komoly. És ott 3 órán keresztül bányáztunk, most meg olyan 40 ja, perc. Ami azt jelenti, és most elég rossz helyen is voltunk, mert ott egy Ancient City-t se csináltunk, és tele voltunk ilyen nagy barlangokkal, ami azt jelenti, hogy ez nagyon jó, ez a éjjellátós poti, ez nagyon hatásos, igen, mert igen. Amiatt. Szóval még mindenféleképpen fogunk menni streamekben gyémántot szerezni, ez 100%. Ezen a csatornán fogunk streamelni, de hogyha esetleg visszaszeretnétek majd nézni a streameket, meg az eddigi streamjeinket is, akkor iratkozzatok fel a Commando streamek csatornára, ugyanis ott vannak minden streamünk pompázatos, tökéletes minőségbe, egyben feltöltve. Úgyhogy nézzétek meg nyugodtan. És Krisztián, ez egy elég jó teljesítmény volt, ami azt jelenti, hogy így összességében most van 2x64 plusz 43 gyémántunk. Azt
gyémánta. 171 gyémántunk van összesen, de szerintem ne álljunk meg addig, amíg nem lesz 1000 gyémántunk. Mit szólsz, Krisz? Azt a... ezt. Ha megfulladt. Nem hiszem el. Megfulladt a megfulladok, nagy... megfulladok! Megfulladok!